Tisztelt egybegyűltek, tisztelt megjelent közönségünk és nyugdíjas klubtagok. Nagyon-nagyon tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen számmal megjelentünk ezen a megemlékezésen. Dianon, Szabó Gyula versrészlet. Mert nem lehet feledni, nem soha. Amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület és remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szervezett, vitézül, s magyar szív és ész tartott meg, 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg, szánt jussunkat a drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hogy királyokat koronáztak egykor, s legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz is Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szallag, az Adriának gyöngyös párta dísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok, és nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Kedves barátaim, röpke pillanat egy év, eltelt újra, s akinek jelent valamit, hogy magyarnak született, akinek büszkeséggel dobban a szíve, ha a nemzetünkről van szó, akinek fáj a 99 évvel ezelőtt, 1920-ban ránk mért nemzeti tragédia, itt vagyunk mind. Itt vagyunk a nemzeti összetartozás napján, és emlékezünk az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára, azon a nemzeti emléknapon, melyet 2010. május 31-én törvénybe iktatott az országgyűlés. A trianoni békediktátum bizonyíthatóan hamis tényeken és adatokon alapul. Ezt a szerződést az Antant hatalmak a Kis-Antant szövetségeseikkel kötötték a magyarokról, de nem a magyarokkal. A versailles-i Trianon palotában a magyar küldöttséggel nem tárgyaltak, csak közölték velük a korábban már nélkülük meghozott döntéseket. A győztesek a trianoni békeparancsban csak a magyar nemzettel szemben tagadták meg az érvényes nemzetközi jogelvek alkalmazását. Egyedül a magyar néppel és államával szemben nem alkalmazták sem a történelmi, sem a nyelvi, etnikai, sem az önrendelkezési elvet. A történelmi magyar állam kétharmad részének elcsatolásával a területszerző államok kisajátították maguknak az így megszerzett országrészek történelmét is. Nem ismerték el, hogy azok magyar területek magyar történelemmel. Ezért egy hamis, mítoszokon, legendákon és történelem hamisításon alapuló cseh és szlovák, román és délszláv történelmet kreáltak. Az elcsatolt területekkel együtt a magyar anyanyelvű lakosságból is több mint 3 millió a megkérdezésük nélkül az uralmuk alá került. Az új elit sajnálatos módon a mai napig elnyomja a magyar nemzet hatalmuk alá került részét. Trianon máig vérzősebb. Gyógyítására törekedve, kötéltáncosként állandóan egyensúlyoznunk kell a kívánatos és a lehetséges között. El kell sajátítanunk azt a bölcsességet, hogy megmaradjunk igaz magyarnak és egyben realistának, amikor arra keressük a választ, mit tegyünk ezzel a szörnyűséggel, ami a Trianon szó fejez ki számunkra. 2010 óta nemzeti emléknapot tartunk. 9 éve, hogy a megalakuló parlament a határon túli magyaroknak megadta a magyar állampolgárság lehetőségét, majd tanúságot tett egy újabb törvényben, a nemzeti összetartozás mellett. Ilyen folyamat eredménye a 2010 évi 45-ös törvény, amely a trianoni békediktátum akkori 90. évfordulójáról megemlékezve lehetővé tette,
hogy június 4-e a magyarság történetének egy szomorú dátuma, a nemzeti összetartozás napjává és egy új korszak nyitányává váljék. Azé a korszaké, amikor Trianonról nyíltan lehet beszélni, és amikor kimondható, újra 15 millió magyar adja a nemzetet. A parlament kinyilatkoztatta, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Melynek a dobendői harcérre, feltekintek a csillagos nagy égre, csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sirat engem az édesanyám. Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Itália közepében lesz a sírom, édesanyám, arra kérem, ne sírjon. Feladom a levelem a postára, Föld, szívedben meg
vagy.